átadták a felújított Reményik Sándor galériát Kolozsváron. A helyi magyar közösség számára sokféle rendezvénynek otthont adó teret az Evangélikus Luteránus Egyház püspöksége működteti. A megújult helyszínen Tiri Péter festőművész Színdaráló című kiállítását nyitották meg. Kiállítások, hangversenyek, színházi és szakmai előadások, valamint sok másféle rendezvény helyszíne a kolozsvári Reményik Sándor galéria, amelyet közel fél éves szünet után felújított állapotban vehetett át a kolozsvári közösség. Gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt elkészültek a falak, a fal karbantartási, fal kibontási munkálatok. Adósok maradtunk viszont az alapozással és a teremnek a padlózatával, illetve ablakok, ajtók, bejáratoknak a kiképzésével. Úgyhogy ebben az évben jutottunk oda az RMDS, illetve más pályázatok segítségével, hogy sikerült az alapozást aláönteni. Adorjáni Dezső Zoltán a hálóadó ünnepségen kiemelte. A helyi közösségen múlik, hogy a galéria egy üres pince marad, vagy közösségi otthonná válik. Kelemen Hunor szövetségi elnök az eseményen arról beszélt, hogy a galéria felújítása egyszerre mutat a múlt és a jövő fele. Nem csak az épületet magát újítjuk fel, hanem kontaktusba kerülünk azzal a korral, annak a kornak a szellemiségével, utána olvasunk az akkori kornak az értékeivel próbálunk megbarátkozni, de legalább ilyen mértékben a jövő fele is mutat, mert senki nem újít föl valamit azért, hogy másnap elhagyja, hanem azért újítja föl, mert használni akarja, mert tovább akarja adni, tovább akarja örökíteni. A felújított galéria elsőként Tiri Péter festőművész Színdaráló című kiállításának adott otthont. A felújítás több tízezer euróba került. A munkálatok alatt a fal mögött újabb tereket találtak, ezeket majd egy következő lépésben szeretnék feltárni.